Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Újabb egy hónap telt el, elérkeztünk a februári hónap végéhez, és így folytatódik a hír összefoglaló sorozat. Értelemszerűen most a második részben a második, azaz a februári hónap híreit fogjuk megnézni. Hát ez egy igazi hullámvasút volt, de haladjunk csak szépen sorban. Február elejétől kezdve rengeteg forgatási fotó érkezett a Born Again-ről, amelynek középpontjában Wilson Fisk állt, viszont érkeztek olyanok is, amiken például Punishert is látjuk, szóval ő biztosan visszatért, és jó eséllyel előbb-utóbb megkapjuk a harmadik évadot is. Ezen kívül kiszivárgott a történet is, legalábbis egy leírása, mivel majd egy külön videóban fogok foglalkozni, itt semmi spoilert nem fogok mondani. Az is biztossá vált, hogy Fehér Tigris is szerepelni fog benne, viszont itt egyelőre még a férfi változata, de már elindultak azok a hírek is, miszerint Éva Alája is kapni fog egy önálló sorozatot. És természetesen nem telik el úgy hónap, hogy a Penge filmről ne érkeznének hírek, hát ez a projekt elég hosszú ideje csak tervezési fázisban van, már egy ideje írják a forgatókönyv sokadik változatát, és úgy tűnik, hogy a filmet akár 2026-ig is csúsztathatják, ugye most 2025 őszre van datálva, azonban 25-ben rengeteg Marvel film érkezne, és ezt sokalják, ezért inkább áttolnák 26-ra. Viszont most már azért kaptunk végre a történetről is infókat, annyi biztos, és csak ennyi biztos, hogy R-besorolású lesz a film, és a múltban fog játszódni. Főgonosz Lilith lehet, és a film során Penge a lányával együtt fog szembeszállni vele, és itt mélyen bele fognak menni a természet feletti vonalba, és akár ez előkészítheti a Midnight Suns filmet, amiről a videóban még fogok beszélni. A Pókverzumon túlról nagyon keveset tudunk, annak ellenére, hogy eredetileg alig 3 héten belül jönnie kellett volna a filmnek, de hát ugye határozatlan időre csúsztatták. Egyelőre csak az olyan szokásos pletykák jönnek a filmről, hogy Toby és Andrew benne lehet, viszont a napokban megkérdezték a rendezőt, hogy mégis mire utal a cím, amire csak annyit mondott, hogy nem arra, amire a többség gondolna, tehát ez majd valamilyen meglepetés lesz, de ez igazából a szokásos marketing szöveg. A jövőben érkező MCU-s pókember filmeknek olyan gonoszai lehetnek, akiket eddig még nem láttunk, legalábbis a következő 2 filmben biztos nem terveznek régi gonoszt újraalkotni, inkább új arcokat akarnak behozni, de még majd mindjárt rátérünk a videó során az MCU-s pókemberre, egyelőre maradjunk az animáció részlegnél. Elvileg az az R-besorolású projekt nem más, mint egy animációs Venom film, ugye januárban jött a hír, hogy a Sony tervez egy R-besorolású pókember filmet. Ezzel együtt 3 animációs projektet terveznek, ugye az egyik a Venom, másik pedig a pókember gonoszokra fókuszáló animációs film, ami elvileg szintén R-besorolású lenne, plusz egy Spider-Girl animációs film is érkezhet a jövőben, szóval a Pókverzum sztorit lezárják a Pókverzumon túllal, viszont fognak még animációs filmeket készíteni. A bosszálok filmek körül nagyon nagy a kérdőjel, ebben a témában is egy hullámvasút volt ez a hónap. A hónap elején még a Kang kontra Strange harcról lehetett hallani, hogy ezt majd a Doctor Strange 3-ban láthatjuk, vagy a bosszálok 6-ban, viszont hogyha ez most megtörténik majd, akkor ugye az nyilvánvalóan vagy a Strange 3-ban, vagy a titkos háborúkban történik meg, ugyanis a Kang dinasztia címet azt törölték már, viszont 1-2 napja megjött a hír, hogy Kanget meghagyják, legfeljebb vissza fognak venni a karakterből, és nem ő lesz a saga fő gonosza, viszont még meg fog jelenni. Ami még ehhez kapcsolódhat, hogy Doomot sem a Majors botrány előtt, és utána sem akarták behozni, ugyanis az idő túl rövid, viszont átalakítások és csúsztatások várhatóak filmek terén, így nyilván a fő gonosz pozíció továbbra is nyitva van mindenki előtt, és talán még mindig nem lehet elvetni, hogy végül Kanghez is visszanyúlhatnak, és végül mégiscsak ő lesz a saga fő gonosza. Doom akár feltűnhet ebben a szagában, elkezdhetik felvezetni. Igazából a pletykák arról szólnak, hogy annyi biztos, hogy nem ő lesz a fő boss. Az Amerika Kapitány 4, mint ahogy azt már tavaly is tudni lehetett, nagyon nagy változásokon megy keresztül. Például a Kígyó Társaságot úgy, ahogy van, kivágják a filmből, és egyelőre csak annyit tudni, de még ez sem biztos, hogy Shuri feltűnhet a filmben, az igazából teljesen lényegtelen, hogy az első forgatókönyvben benne volt-e, ugyanis már tavaly novemberben tudtuk, hogy a filmet csúsztatják, és úgy, ahogy van, a nagy részét újra forgatják. Ezen kívül kaptunk azért elég érdekes és sokat mondó forgatási fotókat, és eddig azt egyetlen egy pletyka sem cáfolta, hogy Red Hulk benne lesz majd a filmben, és hát az ilyenek után ezt nehéz is lenne. Február 12-én megérkezett a Deadpool 3 első teaser előzetese, amihez kaptunk egy plakátot is. Az előzetes óriási siker lett, simán lenyomta a No Way Home rekordját, szóval a hype vonat az óriási lesz majd, bár nyilván eléggé visszaesett ez a következő egy hétben a bosszúállókos hírek miatt, de annyi biztos, hogy a film egy izgalmas történetet vázol fel, és talán új életet is lehel ebbe a haldokló multiverzum szágába. A film természetesen R-besorolású lesz, és
és a cím is kiderült, Deadpool és Rozsomák, és szerencsére a magyar címet is helyesen fordították le. Az előzetes részleteiben nem megyek bele, készült egy elég részletes elemzés, azt ajánlom mindenki figyelmébe, ha esetleg még nem látta. Annyi biztos, hogy nagyon sok dolog van elrejtve, plusz Feige-nak annyira tetszik ez a duó, hogy állítólag a Bosszúállók 5-be is szeretné betenni őket, ugye az eredeti terv az volt, hogy majd csak a Titkos háborúkban tűnnek fel legközelebb, de most nagyon úgy tűnik, hogy már az 5. részben is találkozhatunk velük újra, szóval nagy hatással lesznek majd a szaga alakulására. Valentin nap alkalmából a Marvel bejelentette végre valahára a Fantasztikus 4-es castingot egy elég pofás poszterrel, ami többek közt azt a korábbi teóriát, elméletet is megerősítette, hogy a film a múltban, pontosabban a 60-as években fog játszódni. Ilyen nagy teóriákba itt nem mennék bele, ugyanis hamarosan érkeznek erről is videó, az biztos, hogy a film nagy hatással lesz a szagára. Júliusra datálták a filmet, de azóta jelentek meg már olyan pletykák is, hogy ez majd végül csak november lesz, és a Penge premier dátumára csúszik, viszont ami ennél érdekesebb, hogy Doomot is elkezdhetik itt felvezetni, majd egy következő jövőbeli szagára. Nem kapna nagy szerepet itt, szimplán egy rövid ideig tűnne csak fel, viszont Galactus annál inkább nagy szerepet fog majd betölteni, úgyhogy meglátjuk. Erre rá egy napra befutott a Sony Pókember univerzumának a legrosszabb filmje, a Madame Web, ami minden szempontból a legszarabb filmjük lett, kritikailag és anyagilag is a stúdió legnagyobb bukása. Önmagában erről a Sony jelenségről tervezek egy videót, ezt már februárban ki akartam adni, viszont annyi hír jött így a hónap vége felé hirtelen, hogy ez márciusra csúszik. Hát gyorsan felejtsük el ezt a filmet, szóra sem érdemes, majd még egy picit beszélek róla ebben a videóban, de viszont még ezen a napon befutott az X-Men 97-nek az első előzetese, ami sokkal nagyobb siker lett, mint a Madame Web. Megerősítést nyert, hogy bizony ez egy komplett folytatása lesz az előző 5 évadnak, viszont egyelőre nem MCU kánon, persze ezt a multiverzummal előbb-utóbb simán meg tudják változtatni, de nem tervezik azt, hogy ennek bármi köze legyen az MCU-hoz, és itt bemutatkozik a Marvel Animation, akik újraélesztették ezt az animációs sorozatot, és ezen kívül még több animációs sorozatot fognak fejleszteni, sőt arról is lehet hallani, hogy több régen elkaszált sorozatot újra fognak éleszteni, szóval ez egy fantasztikus döntés volt a Marvel Studio részéről, hogy több vonalon elkezdenek tevékenykedni. Thriller elemzés majd érkezni fog azzal a videóval együtt, amiben összefoglalom az előző 5 évad eseményeit, ha esetleg valakinek nincs ideje vagy nincs kedve megnézni az előző 5 évadot. Ezen kívül úgy tűnik, hogy hetente fognak majd érkezni a részek, tehát nem egyszerre adják ki, szóval ismét visszatérnek a heti részenkénti elemzések. A Pókember 4-ről rengeteg minden érkezett, a Novéum után egy utcai történet volt beígérve, azonban a Sony olyan szintű anyagi problémákkal küzd a Madame Web bukása után, hogy egy multiverzumi sztorit akarnak, amiben Tobit és Andrewt is visszahozzák, a Marvel Studio pedig inkább egy képregényhű Pókember történetben gondolkodik, így ebben nincs egyetértés, ahogy sokáig a premier dátumban sem volt, mert a Sony mindenképp 2025-ben akarta volna ezt bemutatni, a Marvel Studio pedig 2026-ban szerette volna mozikban küldeni a Pókember 4-t. Egyet úgy tűnik, hogy ebbe végül csak-csak megállapodtak, hogy oké, akkor 2026 marad, viszont a Sony tudja, hogy a Kraven és a Venom is feltehetőleg egy nagy bukás lesz, szóval ilyen szempontból üzleti okok miatt náluk értető, hogy előrébb akarták hozni. Viszont ha a Marvel Studio is belemegy az előrébb hozásba, az azt jelenteni, hogy összecsapják a filmet, és nem lenne olyan jó, mint az előző három. Olyanokról is lehetett hallani, hogy Kravent a multiverzumon keresztül át fogják hozni, de itt is nagy a homály, egyelőre csak annyi biztos, hogy a Kang dinasztia előtt fog érkezni a film, és mint ahogy már a Novéum óta tudjuk, Miles-t is szeretnék itt behozni, sőt Amy Pascal Feige segítségét kérni egy Miles Morales film megrendezésében, tehát a Sonynál ennyire nem értenek hozzá, és tényleg ekkora homály van ott a vezetésnél, hogy Feige-t akarják minden egy projektjükhöz odarángatni. Egy valami biztos, Peter egyik legnagyobb problémáját a depresszió fogja majd okozni a filmben, ezen kívül még a stúdiók hát vitatkoznak egymással, viszont a forgatókönyvet már elkezdték írni. Az Agatha sorozatok nagyon sokszor változtatták a címét, azonban elvileg mindegyik cím igaz volt, amit eddig kaptunk, viszont ezek nem magának a sorozatnak a címei, hanem végül epizód címek lesznek, hogy ezt utólag döntték el, azt nem tudjuk, de állítólag a sorozat maga simán csak Agatha néven fog futni, és 3 évvel a WandaVision után fogja felvenni a vonalat. Megkezdődött a Thunderbolts forgatása, amit előrébb hoztak, elvileg a filmben nem lesz benne Red Hulk, ugye a képregényekben hozzá köthető a csapat elnevezése, pontosabban rossz tábornokhoz, azonban itt egy sokkal egyszerűbb
egyszerűbb, hétköznapi dolog áll majd a háttérben. Elvileg a Midnight Suns és a Szellem Lovas is egy külön filmet fog kapni, az előbbiben olyan karakterek lehetnek benne, mint Hold Lovak, Strange, Szellem Lovas, viszont Strange egyelőre még azért kérdéses, mert lehetséges, hogy olyan tagokat akarnak, akik nem voltak bosszúállók, viszont annyi biztos, hogy ez a természetfeletti vonal izgalmas lesz majd, és én nagyon remélem, hogy ebből majd tényleg kapunk egy filmet. Henry Cavill aláírt egy szerepre, azt még nem tudni, hogy kire, mindenféle pletyka volt már, Luke Cage, Britannia kapitány, az utóbbira már nagyon régóta pletykálják egyébként. Annyi biztos, hogy nem Dr. Doom az, egy titokzatos szerep, valószínűleg csak a Comic-Conon fogják ezt bejelenteni. Ezzel párhuzamosan jöttek olyan pletykák, hogy 2026-ban egy új karakter fog majd filmet kapni, hogy ki, azt nem tudjuk, egy titokzatos karakterként van az is feltüntetve. Szóval ez a két pletyka eléggé kiegészíti egymást, szóval lehet, hogy itt ebbe a projektbe fog majd Harry Cavill feltűnni. Röviden ennyi voltak a februári hírek, természetesen ezen kívül nagyon sok apró pletykák is érkeztek, amikről általában a bejegyzésekben lehet értesülni, ott mindig meg szoktam osztani az ilyen fontosabb apró pletykákat is. Nagyon szépen köszönöm nekinek a figyelmet, ha esetleg valamit kihagytam, akkor kommentbe azt írjátok le. Írjátok le, hogy összességében mit gondoltok erről a hónapról Marvel téren, mert azért történtek nagyon sok dolgok. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, vagy ha úgy érzitek, csatlakozzatok a tagok közé. További szép napot, sziasztok!